Sziasztok, ez itt a Böge csatorna, én Balázs vagyok, ez pedig a 60. része a Borsodi Let's Play sorozatnak, ahol még azért vagyunk itt, hogy megszerezünk egy darab achievementet, egész biztosan. Ez pedig ez a Intimidation Tour. Emperor March az Emperor Going Intimidation Tour, visiting all of your powerful vessels. Ugye ez az. Mert hogy én most már császár vagyok. Emperor Tivadar, the lucky of Hungary. Amúgy tényleg lucky, mert hogy eredetileg neki ugye... Ő volt a trónörökös, csak aztán utána, hogy nem, ő lett a trónörökös, hanem itt a Tamásékról volt szó, meg a Péter, szóval, ja. Viszont nem tudok addig Intimidation Tour-t nyomni, amíg nincs otthon mindenki, úgyhogy most ránézzünk, hát valószínűleg nem lesz otthon, mert ez a jó ember, ez tornát tart, és amíg az a torna az ott van, addig nekem embereim vesznek részt, vagy vazalusaim vesznek részt a tornám. Gyurgyevó, azt hiszem, át is írom. Írtátok, hogy ez Gyurgyevónak hívjuk ezt a területet? Csak hogy... Gyurgyevó jön. Csak hogy ne kelljen emlékeznem rá, hogy ezt így kell leírni. Szóval... Dangerous Faction. Test of Strength. Yes. Szeretnék strong arm lenni. Megvertem valami nőt. Könnyűszer, úgyhogy életem strong arm. You are at all times ready to throw hands, mostly because you know you win. Szóval ki akar ellenem? Liberty Faction, de ez nem is olyan erős. Miért mondod rá, hogy nagyon erős, mikor abszolút nem az? Így közepes mértékben erős. Szóval Gyurgyevóban elkészült a vár, azért jött fel így most rögtön a játék elején a neve ennek a gyönyörű városnak. És ugye mondtam, hogy remélem, hogy megoldódik az a probléma, hogy kicsit elcsúszik a hang. Szerintem nem oldódott meg. Az előző részek is, mintha ott is csúszott volna. És szerintem most is egyébként várható ez. Igazából a játéknek a hangja csúszik el picit. Nem az én hangom az eseményekhez képest, és nem az, amit a képernyőn látok, hanem az, hogy amikor mondjuk így leokézok egy építést, vagy hasonló, vagy amikor feljön egy esemény, akkor... ez a hang, ez lehet, hogy az rész végére kicsit nem a megfelelő pontokon szólal meg. Mennyi idős vagyok amúgy, mert elég öregnek érzem magam. 63 vagyok, és az egészségem az egész rossz. Az örökösöm az így ezek szerint akkor a domoszló, aki quick és hail, szóval egy fantasztikus fickó, sajnos humble, craven és content, szóval annyira mégsem fantasztikus. A másik lehetőség az ilyen Tamás lenne, aki nem hail, viszont intelligent, és forgiving, temperate és just. Lehet, hogy most át kéne állnunk a primóra. Ja, most álljunk át a primóra. Ha megengedik nekem ezt a nagy urak. Most ultimogenitúr van, a primót nem engedik, mert ő meg ő ellene van. Hát ez remek. Remekül hangzik. Ezért nem engedik? Igen. Tehát akkor... Challenge for Artifact, azt hiszem, hogy Decline. Ja, Decline, nem adok oda neked semmit. Tehát két befolyásos vazalusom van, akiknek elsősorban az a bajuk, hogy nem tanácstagok. De ő nagyon kedvel például, hát igen, ő is nagyon kedvel, de nem fog annyira nagyon kedvelni, hogyha kirakom a szűrét a tanácsból. Sajnos nem is túl jók egyébként ebben a tanácsnoki szerepben. De csak meg kéne ezt velük beszélni, különben lesz baj. Ha küldök pénzt, az 43 vélemény, nála például pont elég, de nála nem lesz elég, az a baj. Mert 64, az már közel van egyébként, kis szvét még rádobunk a sztorira, és akkor talán sikerül ezt beadni. Mi legyen még itt a következő, hogy egy teljesen legacy-t tudunk megnyitni. Kin, Glory, Erudition... Blood. Chance of inheriting good congenital traits. Ez jó. Ez legyen, mert ezzel mostanában küzdök, mint disznó égen. Befadolod, közben egyre butább kezdek lenni. Az a nagyon-nagyon szomorú helyzet, és az a teljes igazság. Úgyhogy muszáj vagyok itt nagyon gyorsan rendbe tenni az öröklést. Mielőtt még megtörténik a rossz dolog. Ugye most nem fogok róla hallani előre, hogy... milyen bajok vannak, de...
Nem fog előre szólni a játék, hogy bocs, de te most meg fogsz halni, nem tudom, egy éven belül, mert nincs meg az a perkem, úgyhogy most akár tényleg a következő másodpercben is összeeshetek. Vagy a következőben. Vagy a következőben. Na, értitek, azt hiszem, hogy mire akarok itt kiukadni. Közben meghalt az... Nem. Valami történt az egyik tanácsnokommal, de nem meghalt. Lehet, hogy börtönbe került. Pont a Stuart, aki pont nem ért a dolgokhoz. Ahol nem mondott, hogy van egy új befolyásos vazalusom. Ja Istenem, de nem baj, mert a Spymaster, lehetsz belőle Spymaster. És akkor a Stuarton pedig legyen akkor Tádor, whatever. Most csak azt szeretném, hogy segítsenek engem abban, hogy meg tudjuk változtatni a törvényt. Republican Ruler Opinion. Oké, bár nem az, amit feltétlenül én szeretnék. Most így akkor úgy néz ki a változtatás, hogy ő ellene van még, jelezze Vitad, viszont neki tudok pénzt küldeni. És ezzel ugye a stresszem is csökken, másrészt pedig most már engedi a Primót. Úgyhogy ha minden igaz, akkor így Tamás lett az új örökösöm. És jó kicsesztünk itt a domoszlóval. Igen, a Tamás veszi át ezt a... Ezt a feladatot. 43 éves, és van egy fia, a kis Levente. Akit amúgy, tehát ő az unokám, őt majd én szeretném nevelni, hogyha esetleg rákerül a sor. És diszbandolódott is itt az egyik ellenem való lázadás. Word set out, Levente departs for Borsod. Ja igen, ő most így hozzám kell utazom, mert ti itt vagytok Szamobor várában. A kis Levente ráadásul, ő szintén intelligens, szóval... Az hogy egy egész jó dolog. A Gout az annyira nem király amúgy, de figyelj, akkor maximum Levente korán veszi itt majd a trónt. Nem leszek vénember, mint most vagyok vénember, vagy mint Tamással leszek. De amúgy jön a második vagy harmadik gyerek, aki lehet, hogy fiú lesz, de most ez alapján, hogyha minden így marad, akkor így is Tamás, vagyis Levente lesz az örökös. Akit amúgy rólam nevez, nem rólam neveztek, hanem Tivadar vagyok. Na mindegy. Na meg is érkezett a kisgyerek. Nagyon jó lesz. Ígérem. Olyan sok okosságot fog neked tanítani, hogy mindent, ami okosság, azt én fogom megtanítani te néked. Vajon az Intimidation Tour az így készen van? Mármint készen állnak a népek, mert látom, hogy megint van itt egy Duke István Hunt. Csak lehet, hogy pont olyan emberek vesznek benne részt, akik nem befolyásos vazalusok, és így nem számítanak. Culture Clash. A Kakareszi kultúrával... Nem, Kaszareszben lévő kultúrával ütközik a magyar kultúra. Promote Culture Speed. Itt annyira nem csinálok kultúratérítést, úgyhogy akár mindegy, tiszteletben is tarthatjuk a tradícióikat, hogyha ez így annyira fontos. Nem érzem így annyira priósnak én ezt az én oldalamról. És Székesfehérvárt persze elfelejtem fejleszteni, mert az a lista alján van. Van amúgy most építészem? Szerintem kéne legyen. Hát Antikos például nincs. Az a testvérem Pál lesz. Nem, ő nem a testvérem. Van egy fiam, de az Gyula. De ő is szerzetes, amúgy eléggé hasonlít itt Gyula és Pál. Most mondjátok azt, hogy nem. Mindenképpen szeretném még ami lehetőségmentet kiszedni ebből a Let's Play-ből, mert aztán utána ki tudja, hogy mikor lesz erre lehetőség. Most nem is akarok túl terjeszkedni, tehát hogy tényleg egy nagyon visszafogott Let's Play-t tolunk, viszont akkor cserébe meg kell szerezni azt, amit megtudunk. Még ugye ott van a solymászatos achievement is, abból nem tudom, hogy állunk. Hát épp, hogy elkezdtük, szóval annyira nem jól. Sajnos. Tesszolinek a nagyon jól áll a Bizánc. Ezt mindig megállapítom, de mindig meglep, hogy mennyire jól áll Bizáncnak a visszahozatalával. Nagyon durva. Na nézzük meg akkor, hogy akkor otthon vannak a népek. Ugye akihez kell mennem, azok a befolyásos vazalusok. Azaz a ide, Erdély, Bács, Visegrád, a Levente az... Hol van? Duke Levente Dobrudzsa. Ja, itt a Fekete tengernél. És Tádor, az aki még ott Győrben. Oké?
Tehát, hogyha én szeretnék egy ilyet, akkor azt mondom, hogy Grand Tour. Ugye ingyér van, intimidálunk. És minthogyha mindenki elérhető lenne. Tehát kezdjük Tádorral. Utána jön a bács. Melyik a bács? Ő. Igen, aztán utána megyünk fehérbe. Aztán pedig, ha valakit kihagytam. Aztán pedig ide, és valakit kihagytam. Sanszosan azért, mert az illető az pontosan nincs otthon. Vagy ő most pont nincs otthon. Sajnos, ugye nem lehet, lehet látni. Oké, itt jelzi. Ó, de ez tök jó. Szóval jelzi, hogy ki a powerful vessel, viszont azt nem jelzi, hogy ide most, bocs, haver, de nem mehetsz, mert nincsen rá, vagy nincsen otthon az illető. De hogy oda is tudnál menni, csak most éppen nincs otthon. Tehát itt például itt írja, hogy Duke Jenő. Ja igen, itt a Veszprémben, aki lenne. Miért Konrád? Nem. Azt sem tudom, hol van a főváros. A Duke István a második. Is traveling. Mert vadászaton van ráadásul ő pont. Tehát a saját vadászata miatt nem tudunk menni. De ez Duke Bertalan, de mindegy, ő is a vadászaton vesz részt. De nem Duke Bertalan kell nekem. Duke Bertalan kell? Nem. Nem Duke Bertalan kell. De nem is ő kell. Akkor lehet, hogy ennyi elég lenne. Vessel. Tehát a Tivadar, a bács. Visegrád. De ott van. Oké, bocs, nem vettem észre. Bocs, ez most én voltam. Ez abszolút az én hibám volt. Ezt nem vettem észre, hogy ott van egy gomb. Gombokat nagyon nehéz észrevenni. Vagy nagyon könnyű nem észrevenni. Lehet ez inkább a pontosabb. Az a kérdés, hogy meddig tart ez a vadászat. Meg vagyok hívva, tehát hogy... Hát még valószínűleg nem kezdődött el. Aztán ki tudja, nem tudom, nem lehet küldeni nekik egy e-mailt, hogy légy szíves, srácok, most nem menjetek egy darabig sehova, mert hogy ekkor meg akkor érkezem. Tehát ezt mondjuk így nálunk is... Oké, tudom, hogy milyen modern időkben élünk. De csak nem úgy volt akkor sem, hogy... Reménykedtek benne, hogy... Vagy hát előre tudták, hogy akkor nem lesz otthon, akkor nem menjünk. Várjuk meg inkább, amíg hazaér. Tehát az ilyen... Kicsit fura nekem, not gonna lie, de... Mindegy is. Közben Áron pedig megérkezik hozzám, és hoz magával némi pénzt, ami nem is baj, mert most eléggé a seggére vertem a pénzemnek. Én már nagyon területnyerő háborúkat nem akarok indítani. Hogy esetleg, hogyha valaki... A borsod farkasa az meg volt szüntetve. Szóval, ha esetleg valaki emiatt van itt, akkor el kell, hogy keserítsem. Nem nagyon fogok már igazából ilyet csinálni. Max, hogyha találok egy olyan achievementet, ami mondjuk ehhez köthető. De most tényleg az lenne a cél, hogy a hátralévő achievementeket maximum megszerezni. Ugye ez, amit felveszek, ez már az a hét ut- vagy most van az év utolsó hete. És... éppen ezért nem sokára véget ér az év. Az év az ki fog tartani addig, amíg ez a sorozat. Vagy ez a sorozat, inkább mondjuk úgy, hogy ez a sorozat kitart, amíg ez az év tart. De ez akkor át fog kicsit nyúlni a jövő évre is. Figyeljetek, jobb dolgunk most úgy sincsen, nincs igazából olyan DLC vagy mod, amit nagyon szeretnék tolni, vagy olyan achievement, ami nagyon szeretnék menni. Ott van a Perzsa, ezt megrendezett, hogy lovagi tornát. Hát megőrülök, öcsém! Ne csináld már, mennék! Intimidálni. Mindegy. It's fine. Előbb-utóbb sikerülni fog. Ez a dolog. Most már egyetemre én nem mennék el, mert minek? Erre a kis időre. Bár közben meg az is igaz, hogy nem tudom biztosra mondani, hogy... hogy én nagyon meg fogok halni. Csak valami a sugja. Ez ki a vihar? Gyuk Tádor. Tádorra vitatkozunk. Tádor, ő eléggé kedvel, most már kevésbé kedvel, de ettől függetlenül ő egy fantasztikus fickó. Úgyhogy annyira nem vesztettünk ezen most sokat rajta. Amit még amúgy, amivel lehetne, írtátok, hogy ilyen endgame bossként lehetne mondjuk egy HR ellen háborúzni egyet, de hát már az is megvolt. Tehát háborúztunk a HR ellen és nyertünk. Max egy nagyobb területet ki lehetne szakítani belőle, vagy... Hát olyat nem tudunk, hogy dissolutionálni.
Tehát nem tudjuk azt, hogy teljes egészében kívülről szétverni, pedig az lenne az igazi móka. Te nem akarsz konvertálni valamit? Itt még vannak ilyen ortodox földek. 6 év. Oké. It's fine. War Profiteer, it's my domain. Igazából ezek, ez mind a négy olyan, hogy egyikre sincsen most feltétlenül szükségem. De végül is jó, hogyha vannak. Csak nem fog velük semmit kezdeni. Ugye ez nem vagyok túl népszerű jelenleg. Azért, tehát hogy nem utálnak, de hogy oké, most már rákos is vagyok. És azonnal elkezdtem haldokolni. Úgyhogy az óvatosságot a szélnek kell dobni. Úgyhogy levágták az egyik lábamat. És ezzel nagyon sikerült javítani az egészségemen. Viszont mindig azt írja, hogy haldoklom, szóval. Viszont meghalt két... Mi van most? Hirtelen végsöpölt rajtunk a kaszás. Meghalt Nada, aki a börtönömben volt, tehát végül is jogos, hogy ő meghalt. Nem olvasom a fejére. Meghalt Tivadr, viszont vazaluson volt az Erdélyben. És öreg volt. És egy hétre meghalt Levente, aki pedig a dobrudzsai vazalusom. Ő pedig a sebesüléseibe halt bele. És én meg most kapok rákot, szóval... Durva, durvák ezek a cuccok. Még jó, hogy az öröklés már megváltoztattam, mert különben most benne lennénk a slamasztikában a sok olyan vazalusra, aki finoman szóval sem kedvel engem túlságosan. Mert hogy az örök, most, hát most igen, most azt írja, hogy near death, elég durván. Szerintem csak azért nem haltam még meg, mert sikerült a láblevágásra kicsit ezt ellen súlyozni. Az, hogy, hogy engem megtalált a rák. Prisoner in my own body, infirm is lettem. Ilyen, most már igazából tényleg csak a halált várom. És akkor majd a Tamás veheti át a földjeimet 45 évesen. Végül egy lánya született, Erzsébet, tehát neki ugye két lánya van. Anikó Erzsébet és egy fia, a Levente. Most szerintem ez egy teljesen rendben van, az öröklés az úgy nem lesz vele probléma. Azt akarom megnézni, hogy így ez a karakter, ez meddig uralkodott, mert valószínűleg nem túl sokáig. És már akkor valószínűleg nem fogunk körbeérni amúgy a Intimidation túron, majd nem tudom, a következő karakter körbe megy egyet. Tehát az érdekel, hogy Lineage, és akkor ő a trónra került 20-ban. 1320-ban. Tehát mindössze 13 év. Hát az nem túl sok, főleg, hogyha azt nézzük, hogy nyilván nagyon késő, tehát nagyon idősen jutott el a trónra. De hogyha azt nézzük, hogy honnan... Hogy mihez kellene felnőni, ahhoz ez a 13 év, ez szuper kevés. Lost a trait wounded, na legalább kicsit meggyógyultam. Tehát sikerült összeforni a sebemnek, mert ugye levágták a lábamat. Viszont a haldoklás az továbbra is egy jelentős probléma. Most már egy olyan, hogy utána akarok nézni, hogy pontosan hogy működik mechanikailag az egészség. Mert akkor kicsit jobban lehet majd tervezni vele. Egyelőre most csak szembe jött egy poszt velem, hogy ez úgy működik, hogy van egy base egészségünk, és ez változik születéskor. És ez azt hiszem növekszik 25 éves koráig, és utána pedig viszont bizonyos mennyiségűleg kattog lefelé. Ez majd itt véget ért a torna. Lehet, hogy el tudok menni Grand Tourra. Hát csak, most már csak nincs értelme elindítani. Pedig mindenki otthon van. Jaj, drága kenyér. Na jó van, figyelj, elindulunk. Ide. Nem, a Győri nincs otthon. Duke Taldor is traveling. God bless his soul. Igen. Igen. Hova ja, most mész haza. Most mész haza a tornáról. Tehát akkor még egy nagyon picit várunk, és akkor már tényleg mindenki elérhető lesz a feladatra. Na, hogyha ő hazaér, meg hogyha mindenki hazaér, akkor még egyszer erre nézzük meg. A szeretőm Kinga is meghalt, 38 stressz járt nekem ebből. És akkor... activities... Grand Tour. Intimidation Tour. Mindenki otthon van. Szerintem mindenki otthon van. Elindítom, aztán meglátjuk. Tehát te befolyásos vagy... Ez is, azt hiszem 5-nél több nem szokott lenni. De nem néztem át, hogy újabban kik lettek az új befolyásosak. Például ő nem az. És ez most csak 4.
Lehet, hogy valaki hiányzik. Meg se tudom nézni ugye ezen a ponton. De végül is meg tudom nézni. Ha csak tükközni kell. Kik a befolyásos vazalusok? Tehát Oszkár, igen, ő megvan. Bács, megvan. Visegrád, megvan. Győr, megvan. Somogy. Somogy, Somogyot kihagytam. Somogy várba is el kell látogatni, csak ő előrébb jön. Igen, mert ez így egy szép kör, amit megteszünk. És így nem kell kimenni a világ végére, tehát igazából ez még jó is. Bárcsak ne haldokolnék, ugye. Lehet, hogy megpróbálok átállni. Egy... ezek jók. Ezek jók lesznek így. Szóval lehet, hogy megpróbálok átállni egy másik... Tehát a learningesre, hogy legalább addig életben maradjak. Amíg megyünk. Grand Tourage-sal megyünk, és akkor Excessive Furniture, az összes bútort visszük magunkkal, mert hogy most ez ingyen van, és a cél az, hogy igazságot szolgáltassunk, 6 aranyba fog ez nekem mind kerülni. Tehát ha most én átállok, bár valószínűleg a rák miatt így is kattog lefelé az egészségem, tehát ha most én átállok itt erről a Medicina fókuszra, akkor még mindig haldoklok. Nagyszerű. Nem tudom, van-e, talán van valami tárgy az inventorimban, amivel ilyen artifakt, mint hogyha adna valami small health boostot, valami elixir vagy valami hasonló, de ebben nem vagyok teljesen biztos. Lehet, hogy az egy másik let's playben volt, vagy lehet, hogy nem ezekhez köthető. Price Brosh, Tamás Perfume, nem, ez nem az. Nem, valószínűleg ez egy másikban volt. Ha csak nem itt a Royal Courtban van. Itt azért nagyon szépen ki. Ó, Jézusom, mindenkit magunkkal vittünk, csak Kevinéket nem. Kevin meg a haverja magukra maradtak. Tehát most ezt amúgy, mivel itt nem lehet rendezni a szerint, hogy... akkor artifact. Igen, itt nem tudunk azt szerint rendezni, hogy milyen típusú. Ezt most ezt végig kell pörgetnem mindet. Már hogyha van, akkor egy ilyen dobozban van. Hogyha van egy ilyen élethosszabbító artifakt, vagy valami hasonló, akkor ezt egy ilyen dobozban tartjuk. Másra szerintem nincs esély. Nagyon sok szép bútorunk van egyébként. Árpád tapesztri, ez fantasztikus. Meg valószínűleg még sok olyan is, amit így nem is veszek annyira számításba. Jó, szerint... Ah, itt van. Itt van egy Disease Resistance. King Tamás is panacea. Erre emlékeztem. This is resistance-ot ad, de szerintem ennek már nincsen sok jelentősége, de nyilván haldokló az azért bármit megpróbál. Melyikre nincs ezek közül szükségem? Talán az Angelika gyűrűjére. Azt el lehet cserélni végül is. És akkor King Tamás is panaceára. Hát, ha ez segít, és közben én elindultam, ugye minden bajom van a világon. Azt hiszem végére kell érni a tornának ahhoz, vagy a túrnak ahhoz, hogy a turnénak, na csak megvan, hogy itt ténylegesen megkapjon az achievementet, tehát hogy azért ez nem egyszerű. De mindjárt megérkez, ez egy fél éves elfoglaltság lesz, most érkeztem meg például a Visegrádba, Bertalanhoz, ahol valamiért a kardomat lobálom a fejem felett. Nem tudom ezzel kapcsolatban, hogy érezzek. Ha amúgy sikerülne most 4-es szintre felvinni, akkor ugye rengeteg presztízs jár érte, némi rinón, 40 vélemény mindenkitől, és plusz 25 mindenkitől, akit meglátogattam. És Eternate Leash, hát az igen, az csak egy darabig fog eltartani. Grosskör Hooker, jó. Na, jó lesz a helyi kaja, nem kell nekem ilyen exotikusságok. Sőt, ami azt illeti, akár mehetnénk is tovább, mert... hát ki tudja, mennyi van még nekem hátra. Azért a haldoklás az nem szokott túlságosan sokáig ott lenni. Lehet, hogy most... tehát ez az, hogy ezzel akarok majd utána nézni. Ennek a... hogy mechanikusan hogyan működik. Ez egész. Közben elkezdtünk sakkozni a Faultings. Mert hogy lehet, hogy az van, hogy a karakterem most, mit tudom, kap -0.5-öt
egészséget azért, mert rákos, viszont a nagyon jó treatment miatt meg plusz 0.5-öt. És így igazából nem változik az állapota, hanem így végül is túlél, I guess. Csak majd, amikor majd újra oda kerül a sor, én ezt nem akarom feltétlenül meginni. De be akarom inni, mert van 44% egy small boostra esély. Incredible! Small, nagyon jó! Na, adj el a pénzt! Virítsd el a pénzt, Bertalan! Bertalan nem utál. Azt mondja, hogy Bertalan a riválisok lehetünk, igazából mindegy. Egyik se jó választás, de inkább odafolytom a másik orcámat. Így most adtam ezt szarnak egy pofont, de nem, mert amúgy feljebb ment végül is az Intimidation státuszom, és már itt is vagyok Gyorban, vagy Győrben. Ahogy a többiek ismerik, milyen menő szemüvege van a Tádornak. Ha rá tudnék kattintani, az mindennél fantasztikusabb lenne. De úgy látszik, ez nem ilyen egyszerű. Ja, ez a jófajta szemüveg. Megtaláltam a titkos termeit. De úgy teszek, mintha nem láttam volna semmit. Most azért próbálok jó pontokat gyűjtögetni, hogy így például az örökösömet jobban kedveljék. Majd amikor oda kerül a sor. Mert az is számít. Van valami... Nem sok, de van valami módosító arra, hogy mennyire kedvelték az ősömet ahhoz, hogy mennyire kedvelnek engem majd, amikor átveszem az új karakterrel. Én nem akarok már több stresszt. Én nagyon-nagyon sokat stresszeltem. Én inkább adok nektek pénzt, ti szegény legények, vagy valami szegény faluba vittek minket. Butr magyar hibridizáció, oké, okay. Cool. Itt Tahertben megtörténik ez. Most már azért a muszlimokat szépen visszaszorítottuk, Almoravidot kéne még megszerezni, és akkor a teljes mediterráneum az gyakorlatilag a miénk. Na jó, figyelj! Úristen, mi történt? Véletlenül találkoztam Duchess Irinával. Oké, ez mókásnak hangzik. Na, adj el a pénzt! Nem adja a pénzt. Senki nem ad nekem pénzt, ezt már korábban is észrevettem. Láttam egy ocsmány szobrot. Ha lerombolom, akkor nem fognak szeretni, de it is what it is. Viszont mielőtt megérkeznénk Somogyvárra, megköszönöm nektek a figyelmet, ennyi voltam mára. Ez a karakter valahogy túlélte ezt a részt, ki tudja, hogy hogy. A következőt viszont már szinte biztos nem fogja túlélni, de talán életben marad addig, hogy az achievementet behúzza nekünk. Köszi a figyelmet, találkozunk legközelebb az év utolsó CK3 Let's Play-ben. Legalábbis ebből a sorozatból. Sziasztok!